nem véletlen, hogy éppen ma és éppen itt szerveztek performanszot, mert egy évvel ezelőtt éppen itt csapott össze a tüntető tömeg a rendőrökkel és az akkori polgármester testőreivel. Az, ami egy évvel ezelőtt történt ezen a helyen, jól mutatja, hogy a rendőrség a legbrutálisabb erőszakkal képes megfosztani a polgárokat az alapvető emberi joguktól, a szólásszabadságtól. Az aktivisták azért tiltakoztak tavaly, mert felháborítónak tartották a város újrendezési tervét. Az ingatlanfejlesztési program keretében lakónegyedé tervezik átalakítani a Duna melletti sodrost. Azért fontos, hogy megemlékezzünk, mert pontosan egy éve ezelőtt ugyanezen a helyen a Újvidék képviselő testülete meghozta a Újvidék fejlesztési tervét, amely valójában hogy nagyon rossz és nagyon negatív következményekkel jár. Az aktivisták transzparensre rögzített fényképekkel mutatták be a tavalyi összecsapásokat. A mai összejövetel végén zöld és vörös festéket öntöttek a plakátra. Ezekkel a színekkel a tiltakozók azokat az ökológiai károkat szimbolizálták, amelyek meglátásaik szerint az új városrendezési terv megvalósulásának a következményei lesznek. A szervezők bejelentették, hogy folytatják a békés tiltakozást, és már jövő péntekre terveznek újabb akciót.